Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami az idei év Halloween-ének az első videója lenne, és arra gondoltam, hogy idén egy kicsit érdekesebbre csináljuk ezt a hetet, mint tavaly. Tavaly ugyanis, hogyha emlékeztek rá, akkor minden egyes nap valami nagyon extrém sminket csináltam, ami egyébként érdekes, szerintem, legalábbis én imádom az ilyen videókat nézni, viszont arra gondoltam, hogy idén legyen benne egy kis tematika, úgyhogy a hét közepén és hétvégén Halloween napján egy különleges videóval fogok érkezni nektek, viszont hétfőtől péntekig arcfestések lesznek, és arra gondoltam, hogy nehézségük szerint növekvő sorrendben fognak érkezni, fogok nektek újra csinálni régi sminkeket, amit már láthattatok nálam valahol, és lesznek teljesen újak is, ilyen lesz ez a mai is, ugyanis az első videónk az egy nagyon egyszerű, szerintem bárki számára elkészíthető kis arcfestés lesz, megpróbálok minden információt megadni hozzá nektek, hogy tökéletesen sikerüljön, bár nem tudom, hogy halloweeni bulik azok jelenleg hol és hogyan lesznek, vagy nem lesznek, vagy mik a feltételeik. Lehet, hogy kellene egy maszkosat csinálni. Egyébként ez a mai, ez egy olyan, amit ha nagyon muszáj, akkor maszkosan is lehet hordani. Na mindegy, kicsit eltértem a tájtól, kezdjük is el az első halloweeni sminkünket. Tekintve, hogy hidratáló krém már van az arcomon, és valószínű, hogy nem sokáig lesz rajtam ez a smink, a primert azt most ki fogom hagyni, viszont hogyha ti használtok, és fogjátok valahol hordani is ezt a sminket, akkor ajánlom, hogy tegyetek primert. Elővettem a kis, nem is tudom, hogy mi a márkája ennek a szivacsnak, valamiért most ehhez volt kedvem, és az Essence Fresh and Fit alapozót fogom használni a mai napon. Arra gondoltam, hogy az alap az egy nagyon lightos, hogyha tökéletes a bőrötök, akkor akár semmilyen alapozó is lehet, csak egy kis krém, egy kis csillogás, és már meg is vagytok, viszont nekem szükségem lesz egy kis alapozóra. Ebben a hónapban egyébként, hogyha minden jól megy, már pedig nagyon remélem, hogy jól fog menni, akkor még 6 darab Halloween témájú videót fogtok tőlem látni. Viszont ez lesz minden, ebben a hónapban több videó már nem lesz, de jövő hónapban rengeteg érdekes videóval készülök nektek. Van olyan is, amit hónapok óta halogatok és nem sikerült befejezni, van olyan, ami nagyon friss, például a lézeres, ezen kívül rengeteg új terméket is fogok hozni nektek sminkes témakörben. De lesznek szerintem olyanok is, amire egyáltalán nem számítotok, úgyhogy a jövő hónap az nagyon izgi lesz, de először még Halloween. Miután az alapozóval megvagyunk, ha szükségetek van rá, illetve szoktatok, akkor jöhet egy kis korrektor. Hogyha hétköznapokon nem feltétlen szoktatok korrektorozni, akkor ez a lépés is teljes mértékben kihagyható. Én nagyon szeretem a hatását, úgyhogy nekem mindenképpen egy fontos lépés. Ezzel az alapja el is készült igazából a mai sminkünknek. Az Essence-nek a Bright It Up kis highlighter púderével fogok fixálni. Csak nagyon lágyan, ugyanis később még vissza szeretnénk hozni ezt a természetes csillogást. A T-zónában, illetve a szemem alatt szivacssal, a többi részen pedig csak púderecsettel lazán fixálok. Azt is szerettem volna, hogy viszonylag olcsó maradjon a smink, úgyhogy mindenhez az Essence termékeket fogom használni. Ha nem láttátok még az Essence videót, akkor ide felteszem nektek kártyára, és meg tudjátok nézni az összes terméket, amit most használok, ugyanis szerintem 99%-ban azok lesznek. Következő lépésünk a kontúrozás, és tekintve, hogy ez egy halloweeni smink, ezt egy picit azért lehet élénkebben, mint ahogy a hétköznapokban szoktuk, szerintem. Egyébként meg ez a jó a sminkben, hogyha nem szeretnétek, akkor pedig kihagyjátok.
Kicsit még erősnek néz ki, viszont hogyha a végére fogunk érni highlighterrel, pirosítóval és minden egyébbel, akkor szerintem pont olyan erősségű lesz, ami ennek lennie kell. És az Essence-nek van egy ilyen kis szivacskája, ami nagyon kedves kis gyémánt alakú, és ennek baromi élesek a szélei. Mert egy szivacsból van, tehát nem szó szerint élesek, de nagyon jól lehet vele vonalakat húzni, pont oda, ahova szeretnétek. És ahhoz, hogy az arcomat befejezzük, az arc sminkemet, jöhet egy kis pirosító, ehhez pedig egy kombinációra gondoltam. Az egyik az az Art Deco Blush Couture 3307-es pirosítója lesz. Gyönyörű egyébként, viszont az én ízlésemnek kicsit túl rózsaszín, úgyhogy a Kylie bronz palettából hozzá fogunk tenni egy kis narancssárgát, ezzel tompítva a nagyon rózsaszíneket. És itt van nálam ez a Jeffrey paletta is, amiből fogok használni egy nagyon brutális highlighter színt, ami nem más, mint az Afterlife és a Diamonds Ashes keveréke. Megmutatom. Ez és ez. Ezután jöhet egy gyors fixálás. És amíg teljesen megszárad a fixáló spring, addig jöhet az Essence szemöldök ceruza, viszont ez egy kicsit közelebb hozlak titeket. Mostanában egyáltalán nem szoktam túl erős szemöldököket csinálni magamnak. Valahogy ez az egyszerűbb vonal jobban megfog most. Ehhez a sminkhez is csak egy kicsike igazítást, egy kis pótlást fogunk csinálni, legalábbis én biztosan. Azok a termékek, amiket most használok, természetesen nem szentírás. Hogyha ti porral szeretnétek csinálni a szemöldököteket, akkor porral csináljátok, hogyha pomiddel, akkor pomiddel, ha ceruzával, akkor ceruzával. Jelenleg nem úgy néz ki, mintha nagyon lightos lenne, de még át kell fésülni ahhoz, hogy az igazi végeredményt lássuk. Ha türelmes lennék egyébként, akkor most nagyon szépen szálakat rajzolnék, ugyanis ezzel a ceruzával szerintem tök jól meg lehet azt is csinálni, de jelenleg nem érzem erre magamban az erőt. Amúgy írjátok már le, hogy van valakinek valós terve Halloween-ra, vagy lesznek bulik, vagy most ez hogy fog működni. Kifejezetten érdekelne, nem azért, mert mennék, csak értitek, nem? Bocsi, édesanyja, megint a nadrágomba töröltem. És most egy kis kefével, bármilyen szemöldök kefével, igazából szempilla szemöldök, tök mindegy, átfésülöm teljesen addig, amíg ilyen nagyon púderes hatása nem lesz. Hogyha úgy érzem, hogy valahonnan túl sokat söprögettem el, vagy szedtem el, akkor ezt visszapótlom. Valahogy így. Ez így azért nem olyan rossz, nem? És ezután jöhet a fixálás, amit az Essence szemöldök zseléjével fogok, amin még mindig annyi van, mint az állat. Túl sokat vesz fel ez a kis kefe, de ettől függetlenül amúgy egy nagyon jó kis fixáló spirál szerintem zselé. Csak egy kicsit túl lelkes. Következő lépésként itt van nálam a Kylie The Bronze Palette és az Essence Hello Berlin paletta is. És ebből a kettőből fogok csinálni egy nagyon minimális szemsminket. Felvettem ezt a nagyon világos színt a Hello Berlin palettából, és minden extra gondolkozás nélkül csak a belső sarokba körkörös mozdulatokkal, ahogy esik, úgy puffan alapon egy kicsit eldolgozom. Majd felveszem ezt a rózsaszínes, barnás árnyalatot ugyancsak a Hello Berlin palettából, és ahol a természetes mélyítő vonalam esik, a feletti részre, csak nagyon lazán, oda-vissza mozdulatokkal felviszem, és inkább felfele koncentrálok, a szemöldök csontom fele. Kicsit elkezdem kihúzni.
És a maradékkal tényleg csak ami az ecseten maradt, átmegyek a mozgó szemhéjamon is. És a szemhéjpúderekből az utolsó, amit használni fogunk, az egy highlighter szín lesz a belső sarokban. És hogyha ez megvolt, ahogy látjátok, egy nagyon kicsit még a szemöldök csontomra is tettem. És az utolsó lépésünk, majdnem, amitől igazán Halloween-i lesz ez az egész, az egy kis szemhéjtús, amihez én a Lush Anger szemhéjtusát fogom használni. Először csak húzni fogok egy teljesen, fogjuk rá, hogy hétköznapi tust, amiből aztán, ahogy igazából a kedved vagy kedvem tartja, csinálhatunk egy második ágat is, ami összetalálkozik vele, és lefele pedig fogunk egy nagyon pici fokhálót is csinálni. Kivettem egy jó adagot a kezemre, kicsit közelebb húztam a tükröt, és elkezdem meghúzni a tust. Azért nem tudok nektek segíteni, hogy hogy húzzatok tust, mert egy az, hogy én se tudok. Kettő, mindenkinek teljesen más a szemformája, úgyhogy hiába lehet, hogy ami nekem a rejtett szemhéjamra működik, az szinte valószínű, hogy a legtöbb embernek nem működne. Nagyjából megvan maga a tus része a sminkemnek, és arra gondoltam, hogy nem fogom túl bonyolítani, tekintve, hogy azt mondogattam nektek egészen idáig, hogy ez egy egyszerű smink lesz. Úgyhogy a következő lépés már csak a hálóknak a megrajzolása igazából, ahol arra gondoltam, hogy egyáltalán nem fogjuk túlzásba vinni, ki fogok ide rajzolni pár kis fő hálóágat. Létezik ez? Hogy hívják a hálónak azt a részét, ami nem körbefut, hanem így cikkekre osztja a kört. Értitek, hogy miről van szó. Azt fogom kihúzogatni, kifeszítgetni, és belerajzolni ezeket az apró kis összekötőket. Haj, de jó, hogy nincs már meg a ti kértétek oldal, tuti, hogy ezzel ott kötnék. Magyarázás helyett inkább kezdjünk hozzá, és megmutatom, hogy mire gondoltam. Úgy nézne ki egyébként a legjobban, hogyha ide is festenék egyet, viszont azt majd még meglátjuk, hogy valóban szeretnénk-e. Miért van az, hogyha sima vonalat kell húzni, akkor egyébként sokkal jobban megy, mint hogyha tust szeretnék húzni? Amikor tudom, hogy arcfestés, akkor sokkal jobban megy, mint hogyha nem arcfestés, hanem smink. Nyilván akkor lenne a legmutatósabb, hogyha baromi hosszú lenne az első tus is, és a többi tus is. Ki fog jönni a sejtítésem, úgyhogy... Na jó, egyet azért ide még húzzunk. Ezek egyébként lehetnek egy kicsit talán vastagabbak. Ugyanis ezek a pókhálónak a fő ágai. És arra gondoltam amúgy, hogy itt nem lesz semmi árnyékolás, semmi extrázás, csak maga a rajz. Mondjuk így. Ezután pedig nincs más dolgunk, mint a kis összekötőket is berajzolgatni. Szerintem az első oldal így igazából kész is van, jöhet a másik. Nem muszáj egyébként, hogy egyforma legyen a két háló nagyjából, de annyira az se, amilyenre szeretnétek. És hogyha úgy érzitek, hogy valahol szeretnétek, hogy hosszabb legyen, mondjuk mégis azt szeretnétek, hogy a tus maga hosszabb legyen, akkor húzzok rajta. Az a jó, hogy arcfestésben semmi se kötelező. A bal oldal egyébként teljes egészében hosszabb lett szerintem. Lehet, hogy egy kicsit mégiscsak hosszabbítok rajta.
És akkor ezután, hogy kész van a kis háló festésünk, nincs más hátra, mint hogy szempilla spirált tegyek fel, ami a Physicians Formulának Sexy Booster Cat Eye Collection spirálja. Alul és felül is fel fogom tenni. És most pedig jöhet a műszempilla, amihez a Catrice-nek az egyik pilláját fogom használni. Ahogy látjátok, belül rövidebb is, és ritkább is, mint kívül. Úgyhogy most ezt kamerán kívül gyorsan fel fogom tenni. Feldobok szerintem csak egy kis szájfény, és az elkészült lookkal jövök vissza. És ezzel, hogy a szájfény is felkerült, elkészült az első Hello Week-es sminkem. Ahogy mondtam, nagyon minimál, hogyha nem raktok egyébként rúst, akkor szerintem maszkkal is egész jól tud kinézni. Teljes mértékben a saját igényeitekre tudjátok szabni, nagyobb pillával, nagyobb tussal, vagy még kisebbel, akár rúzzsal, akár anélkül. Szerintem ez egy Jolly Joker, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok, remélem, hogy tetszett nektek. Az első. Az utolsó nagyon izgi lesz, azt nagyon várom. Szám kifejezetten tetszik. Egyébként a számhoz használtam a szemöldök ceruzát. Senki nem mondja meg, hogy csak szemöldökre lehet használni, és szerintem nagyon jól néz ki. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy velem voltatok, hogy tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, viszont azt tudjátok, hogy a héten minden egyes nap fogok érkezni egy újat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!